Sziasztok, Kási Zsomat! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és most azt szeretném nektek bemutatni, hogy Town Hall, illetve hát elmagyarázni, hogy hogyan működik ez a dolog. Tehát, hogy Town Hall 8-on Hograiderekkel igazán hogyan is kell támadni, és majd ez lesz az első támadás, amit Levitől fogunk látni, viszont kicsit magyarázkodnék nektek. Szóval, igazándiból ami nagyon-nagyon fontos egy Hograideres támadás, hogy mindenféleképpen a full Hograideres. Három darab heal spellt vigyünk, ugye a Hograidereket, ha semmilyen beküldenénk mondjuk raid spellel, akkor hiába lennének erősek, viszont meghalnának, úgyhogy éppen ezért kell hozzájuk heal spell, és csak is heal spell. A másik két dark spell, ugye az egyik a CC-ből, a másik a sajátunk, pedig kettő darab poison legyen. Az egyik a CC kiiktatására mindenféleképpen, a másik pedig a csontvázak, a földi csontvázak nagyon-nagyon nagy gondot tudnak okozni egy ilyen támadásnál, úgyhogy azokra is tartogassunk el, ha tehetjük, akkor egy poison spellt. Igazából a hograiderezést 3-as hograidertől ajánlom, de inkább 4-estől, úgyhogy igazából, hogyha Town Hall 8-on Clan Warba érvényesülni akartok, akkor minél hamarabb húzzátok fel a hograidereteket 4-esre. És igazából ezzel már tudtok mit kezdeni majd, ugyanis tényleg nagyon-nagyon fontos 4-es hograider. És igazából hogyan is kezdődik el egy ilyen hograideres támadás, és mi is igazából nagy ellenségünk. A hograideres atakoknál a nagy ellenségünk a CC, amit az elején ki kell csalni, tehát mindjárt meg is nézzük Leva CC csalását, ezt általában hograiderekkel meg is lehet csinálni, sőt a másik ellenfelünk a Giant Bombok, és mivel ez egy ismert internetes bázis, ezért tudta, hogy ott bizony Giant Bomb van, úgyhogy egy Giant Bombot már is likvidált, valamint egy darab Hograiderrel sikerült kicsalogatni a Clan kastélyt, amit mindjárt el is csalogat ide a szélére, egyetlen egy darab archerre, valamint ott a pár csontváz, ami előjött, és még hátrébb csalogatja archerekkel. Nagyon-nagyon fontos, hogy a Hograiderek mellé, ugye a CC-ben is vigyetek Hograidert mindenféleképpen, lehetőleg 5-öset, szóval a Hograiderek mellé vigyetek minimum 8 vizár, minimum 6 vizárdot és minimum 8 darab archert, ez azért fontos, mert általában mindig, minden körülmények között sárkány van az enemy CC-jében, és éppen ezért, hogyha az archereket ugye egyesével fogja leszedni, és látjátok, szépen különböző helyekre rakja az archereket, így ugye egyesével szedni az egységeket, és a vizárdok szépen le tudják szedni, nagyjából így lehet leszedni 100% biztonsággal a sárkányos CC-t. Általában még ez egy 20-as CC volt csak, szokott mellette lenni egy Luffy is, hát igazából ez nem okoz nagy gondot, viszont van egy videóm, hogy amiben úgy részletesebben is elmagyarázom, hogy hogyan lehet ezt a CC-t megölni, ezt a leírásban elhelyezem. Valamint van még egy csomó hograideres videóm, úgyhogy azoknak a linkét is elhelyezem a leírásban. Szóval megvolt a CC lore, igazából a hograidereket nagyjából egy oldalról indítsuk el, és a heal spellekkel arra kell figyelni, hogy odarakjuk, ahol sok hograider van, nem ott, ahol pont vannak, hanem egy picit előrébb, és ahol minél több defense-et fedjen le. És igazából a hograiderek legnagyobb ellensége a dupla Giant Bomb. Szóval a dupla Giant Bombon, hogyha átfutnak a hograiderek, akármilyen szintű, akármi mennyi heal spell dobsz rá, igen, és a heal spellek nem stackelődnek, ami azt jelenti, hogy ha két heal spellt egymásra dobsz, akkor nem fogja gyorsabban healelni őket. Szóval a heal spelleket úgy kell elhelyezni, hogy egymást ne fedjék le, hogy nagyobb hatékonyság érdekében. Szóval, hogyha a dupla Giant Bombban pont átfutnak a hograiderek, nem számít, meghalnak. Szóval, igen, elég nagy ellenségünk hograiderekkel a dupla Giant Bomb, viszont hogyha oldalra megyünk bele és egyszer csak egy robban be, akkor nem halnak meg. Igen, a Barbarian Kinget általában tisztításra használjuk, valamint a maradék egységeket, amikkel nem CC-tünk, azt is tisztításra használjuk, és a hograiderek csak a defense-ekre mennek, és ugye lerombolták a defense-eket, utána pedig ugye mennek a többi épületre, és akkor ott már segítenek az archerek és wizardok és a Barking is. Ajánlott sereg, 32 hograider, 16 archer, ez a tisztításnál, valamint a CC elcsalogatásnál ajánlott. 32 hog, 16 archer, 6 wizard és CC hograider, 3 heal spell és 2 darab poison spell. Igen, és a giant bombokra a heal spell helyezésnél még nagyon figyeljetek, ahol sok hograider és esetleges giant bomb location, akkor oda rakjatok egy helyet, ugye ha előjön a Tesla, akkor ott már nem lehet giant bomb.
És hát igazából egy előjáróban nagyjából ennyit magáról a hograjderezésről, és ott akkor nézzük meg igazából az atakokat. Nagyon-nagyon hamar ki lehet tapasztalni tényleg, itt Levi fölülről indítja a hograjdereket, valamint már le is rakta a Barkinget, hogy tisztítsa hátulról, CC-hoguk is érkeznek. Láthatjátok, hogy nagyjából ketté váltak a hograjderek, le is rakta a kettő darab hiespelt, két jamból már be is robbant, ugye a harmadikat már berobbantotta Levi, és ugye érkeznek szépen a hograjderek, itt jobb oldalt egy nagyon nagy csomag van, úgyhogy ide fogja lehelyezni a hiespelt. Bal oldalt is van jó pár hograjder, és ugye láthatjátok, hogy itt jönnek elő a csontvázak, amire le is lehet ne dobni a poison spellt, ugyanis hogyha több csontváz így összegyűlik egy helyre, akkor óriási nagy gondot okozni, és le is rakja a poisont, ami ugye lassítsa és meg is öli őket, hát itt pont sikerül kisétálniuk, és viszont most már nincsen dob defense, úgyhogy a hograjderek tisztítanak, valamint a maradék archereket, wizardokat minél különbözőbb helyre rakjuk le, ugyanis az idő egy nagyon nagy ellenség a hograjderes támadásoknál. Most már ugye 3,5 percünk van egy ilyen atakra, ami nagyon-nagyon elősegít, viszont az idő mindig is az ellenségünk volt, lesz és van is. Szóval az időre nagyon-nagyon figyeljetek tényleg. És igazából ennyi is lenne az első támadás. Itt láthatjuk a sereget, és a következő atak pedig Zoritól lesz a 14-es ellenség ellen. Egy olyan bázis ellen, amit egész sokan használnak tényleg. Szóval ez nagy segítség lesz számotokra. A CC-t ugye nagyon egyszerű kicsilogatni, itt is csak egy 20-as CC van, tehát egy darab hograjderrel el lehet intézni a dolgot. Majd ugye jön a CC-lúr a szélére, valamint ugye árcselek és vizárdok elterelésre, és ugye itt nincs is nagyjából szükség poison spellre, viszont kicsit szerencsétlenkedett, úgyhogy végül lerakta a poison spellt, és ugye sikerült leszednie a CC-t. Itt kicsit szorva érkeznek a hograjderek, ami nagyon fontos, hogy ne azt csináljuk, hogy egy ujjunkat lenyomva tartjuk, és akkor menjenek a hograjderek, amerre csak mennek. Szorva menjenek, ugye nagyjából együtt mennek, hogyha szorva rakjuk le, akkor is, hát a defense-ektől függ, de hogyha az összes egy helyen van, és bejön egy giant bomb, és meghal, és nem figyelünk, és felrobban, és meghal az összes hograjder, akkor az nagyon-nagyon cink, szóval ne egy helyre rakjuk ki ők, rakjátok le őket. Első támadásra van esély, hogy nem fog sikerülni, ezt ki kell tapasztalni tényleg a hograjderes atakokat, viszont nagyon-nagyon könnyen bele lehet jönni, és nagyon-nagyon fontos a három csillag megszerzésénél. 14-es után jöhet a 16-os támadó, illetve a 16-os elleni támadó Centurion, aki nálunk a 8-as szint 8-dik. Szintén ugyanez a sereg, CC lúr következik, és van egy másik féle CC ölési stratégia is, majd azt elmondom akkor, amikor az lesz. Ugye elcsorogatta szépen a szélére, még egy pár Archer, még egy Archer, és Poison Spell, ugye érkezik a sárkány, és a balloon egybe van. A Poison Spell 100%-osan meg tudja ölni a balloont, szóval, és itt láthatjátok, hogy a Wizard segítségével a sárkányt is simán megölte. Érkeznek szorva a hograjderek, CC-ben is az 5-ös hogok, és ugye itt belerobbantak egy Gem Bomba, úgyhogy érkezik az első Heal Spell, ugye 3 van belőle, sose felejtsük el. Másik Heal Spell érkezik jobb oldalra, ahol szintén egy Gem Bomb legyengítette a hograjdereket, és fölül még van egy nagy csomag, nagyjából nem is, nincs is az utolsóra szükség, de berobban egy Gem Bomb, úgyhogy biztosan, hogy biztos lerakta az utolsó Heal Spellt is, és ugye a Barking, most már az enemy Barking nem okozhat gondot, valamint még vannak az IA-szok, Wizardok és a Barking tisztításra, úgyhogy nem kell parázni igazándiból. A hograjderek ugye pedig átugrálnak a falon, szóval ez egy nagyon-nagyon jó tulajdonságuk, tulajdonképpen ezért is szeretjük őket, úgyhogy a tisztításnak is nagyon-nagyon jó kis szerepet játszanak. Majd érkezik a 17-es elleni ellenség, tehát a 17-es elleni támadás, és itt láthatjátok, hogy ez a tökéletes bázis hograjdereknek. Tehát ugye a defense-ek között, ha jobban megnézitek, sehol sincs hely, csak itt lent egy Gem Bombnak, tehát a hograjderek úgy végig fognak menni a bázison, hogy csak na, ugyanis tényleg nagyon-nagyon rossz helyen vannak a Gem Bombok, ez a egyszerűen a legjobb bázis, amit a hograjderekkel támadhatunk. Ugye a külső Gem Bombok
Lehet, hogy belerobbannak, mert pont arra mennek a hugrágyák, lehet, hogy belerobbannak, mert pont a tisztítókat ennek arra mennek, de az ilyen bázisokat nagyon-nagyon egyszerű, látszik, hogy másfél perc az egész, és lehet csináljátok azt is, hogy kicsilagatjátok a CC-t, majd az erősebb poison spell-t ráhelyezitek. A maxos sárkányt a 4-es poison spell nem öli meg, ugye itt Cefremondó 2-t is rárakott, igazából az ilyen bázisoknál megcsinálhatjátok, de inkább csaljátok el a szélére és öljétek meg, és tartalékoljatok egy poison spell-t a csontvázakra, ugyanis nagyon-nagyon nagy gondot tudnak okozni. Itt ugye két oldalra indulnak a hookriderek, ugye Giant Bomb veszély nincsen, úgyhogy igazából simán végig mennek a bázison. Nem is tudom igazából hol vannak a Giant Bombok, valami iszonyatosan rossz helyen, az biztos. Ugye a csontvázakat sikerült ugye a végére likvidálni, majd ugye a Barking is jön tisztítani, ugye itt a hookriderek nagyjából együtt mozognak, úgyhogy igazából amit elkezdenek ütni, az gyorsan le is szedik, és hát másfél perc alatt nagyjából sikerült is a három csillagot elérni. Jól van, ez volt a 17-es, akkor most nézzünk meg egy másik plán volt, amit így nem tudok, hanem így. És nézzük meg, még 5 atakot fogok nektek bemutatni. Az első a 6-os ellen Rambóti támadása, egy szintén használt bázis ellen, amit YouTube-ról másolnak le általában az emberek. Szóval amúgy ne használtok ilyen internetes bázisokat, kérjetek másoktól, kérjetek tapasztaltabbaktól, vagy majd fogok nektek mutatni igazán ebből bázisokat, amiket használhattok, úgyhogy nyugi, nyugodjatok meg. tehát, hogy majd lesz mi bázis. És egy sikeres CC csalogatás után szépen indulnak nem sokára a hugrágyerek, ugye ott van valószínűleg egy Giant Bomb, mert ugye netes bázis, de ugye ezzel a pár hugrágyeres akcióval nem sikerült berobbantani, viszont le is rakta a heal spell-t, hugrágyerek szépen túlélik, mennek is tovább két helyen, ugye fönt kicsit kevés hugrágyer van, mégis azért ledobott rá egy heal spell-t, itt középen pedig nagyon-nagyon sok van, úgyhogy oda mindenféleképpen kellett egy heal spell, és végül hát sikerül lerombolni az összes védekező egységet, majd ugye a csontvázakat, és igazán még gondot okozhat az az enemy barking, azért nagy gondok nem szoktak vele lenni, tehát láthatjátok a tisztításnál a hogriderek szétdarálják, de azért hogyha kevés hogrider majd a végére, akkor azért gondot tud néha okozni. Itt ugye az ajánlott sereget láthatjátok, ezt a sereget használjátok, szerintem ez a legjobb. Na nézzük csak a következő atakot, egy olyan bázis ellen, amit szintén YouTube-os, és szintén nagyon sokan használnák. Hát igazából láthatjátok, hogy a Town Hall-t elég szépen körbe kerítette, azért, hogy hogy ne legyen meg a három csillag. Viszont, illetve a két csillag. Viszont, aki ügyesebb támadó, mondjuk hogriderekkel ügyesen tud támadni, mint például ti, ez a videó megnézése után, nagyon-nagyon könnyen le tudott három csillagot ezt a bázist, mert ez bizony nem egy jó bázis. Érkezik az első poison spell, két vizát belelőtt a sárkányban, már biztos, hogy meg is halt, sőt a balon is meg is halt. És még egy dolog, ha az archerekkel figyeljetek nagyon-nagyon a szélső builders hatokra, ugyanis ha ilyen builders hatok maradnak meg a támadás végére, akkor az nagyon-nagyon idegesítő tud lenni, az én 99%-os atakok ne tudjátok, hogy mennyire idegesítőek nagyon. És érkezik is az első heal spell fölőre, valamint lentre, ahol szintén átfutottak egy Giant Bombon. Ugye mind a két oldalt követi a hugokat csontváz, ugye lent sikerült megölni őket a poison spell-lel, és mire egyébe értek, ugye elfogytak nagyjából a defense-ek, és leszette a csontvázakat, enemy barkingre ugye rárakta a saját barkingért, biztos ami biztos, és hát ugye a tisztító time van most, amit a wizardok, archerek segítenek. Ez is a támadás egy nagyon-nagyon fontos része, ugyanis ha leromboljuk a defense-eket, attól még nem szereztük meg a három csillagot. Viszont gratulálok a támadónak, egy nagyon-nagyon szép atakot láthattunk. A következő atakot Matt-tól láthatjuk. Egy szintén internetes bázis, ami elég sok embernek használja. Igazából dupla Giant Bomb hely van benne itt, valamint itt, viszont hát általában nem dupla Giant Bomb szokott benne lenni, úgyhogy no para, viszont hogyha így oldalról megyünk neki a dupla Giant Bombnak, akkor mint már említettem, egy heal spell-lel simán túlélhetik a hugriderek. Na nézzük csak, érkezik a poison spell, valamint archerök és wizardok, ami egyenlő azzal, hogy a CC meghal.
és igazándiból érkezhetnek is a Hogriderek. Szépen ugye szorva a Wizard Tower-ökre is mennek, valamint a Cannon-okra, és ugye utána pedig természetesen középre mennek, és érkezhet is a Heal Spell, valamint igen az első Heal Spell, és egy Fail Heal Spell, amit véletlenül rakott le Matt, valamint egy utolsó Heal Spell a bázis végébe. Ugye ott volt a dupla jambon, mivel oldalról mentek neki, ezért ugye olyan, mint a ott se lett volna, és egy csomó-csomó Hogrider Heal Spell alatt túlélte az egészet, és hát a harmadikra nagyjából nincs is szükség, viszont azért véletlenül lenyomta, azért az vicces, és így is meg lett ugye a támadás természetesen a három csillagra. Azért erre figyeljetek, hogy azt hiszitek, hogy a Hogrider van kiválasztva, hogy a Wizard, és leraktak egy Heal Spellt, az bizony végzetes is tud lenni, szóval nagyon-nagyon figyeljetek az ilyen apróságokra. És még egy támadás, szintén ugyanezen a bázis, viszont itt láthatjátok, hogy itt már bizony van dupla jam bomb, valamint itt is, szóval igazániból ez a támadásban nem úgy csinálja, hogy én támadnám, és viszont nincs is benne dupla jambon, mert buta volt a védekező. Szóval tulajdonképpen ilyenkor mindenféleképpen ugye a CC csologatás után az egyik ilyen oldalról támadnék, ugye hogyha a dupla jambonba szemből megyünk neki, akkor olyan, mintha nem is lenne. Szóval láthatjátok, CC lúr megvolt, és Lerek is rakott egy poison spellt, és láthatjátok, hogy majdnem sikerült megölni a sárkány, de azért mégse. Pár átsár és egy vizárdal, igazából innentől már el lehet intézni a dolgot. És jönnek is a Hogriderek szépen ebből az irányba. Én föntről vagy lentről támadtam van őszintén, de nem így történt, viszont a dupla jam bombokra még annyit, hogyha berobban esetleg és átmennek rajta a Hogriderek, viszont csak pár robbantja be, az is nagyon jó. Szóval átmennek rajta a Hogriderek, ha mondjuk kevés van, és itt nagyjából a harmadik Heal Spellre nem is lett volna szükség, nagyon-nagyon egyszerűen meglett. Tehát tényleg érdemes megtanulni Hogriderezni Town Hall 8-on. Town Hall 9-en nagyon-nagyon fogjátok áldani az Istent, hogyha három csillagozni akartok, és már Town Hall 8-on tudtatok. Szóval tényleg mindenkinek ajánlom a hogokat Town Hall 8-es szinten, valamint Town Hall 9-es szinten is majd. Na nézzük meg az utolsó atakot ebben a videóban, Marci Publiktól. Sikeres CC csalogatás után, ugye érkezik a lúr, ugye a csalogatás, majd a CC kill egy poison spell-el indul meg. Valamint vannak olyan bázisok, ahol nem olyan egyszerű a CC csalogatás. Itt kicsit több Hogridert használjunk el, viszont általában ilyenkor ilyenkor leiszedünk vele pár defenzet, esetleg egyet minimum, szóval tehát 5 Hogridernél, 5 Hogridernél T8-nál általában nem kell sose a lúrnál többet használni, szóval és azzal meg leiszedünk pár defenzet, esetleg berobbantunk egy dupla jam bomb vagy jam bomb helyett, szóval próbáljuk meg az egész támadást úgy csinálni, hogy minél kedvezőbb legyen számunkra. Itt kicsit túlságosan egy helyre mennek a Hogriderek, itt szerencsére szétválnak, de tényleg erre nagyon-nagyon figyeljetek, hogy ne így rakjátok le a Hogridereket, mint ahogy most Marci. És láthatjátok, hogy bázis közepén elég gyorsan túlmentek, ahol ott volt bizony 3 darab Tesla. A Wizard Tower-ök is picit gondot tudnak okozni azért, hogyha nem rakunk le oda Heal Spellt, és mondjuk egy maxos Wizard Tower-ről beszélünk, akkor azért tud egy kicsit sebezni a Hogriderekbe. Szóval igazából a Wizardok is egy picit oda kell figyelni, de azért nem annyira, mint gondolnátok, szóval azért nem annyira fontos, mint a jam bombokra odafigyelés, szóval leginkább a jam bombokra figyeljetek, és igazából, hogyha ezeket a lépéseket követitek, amiket én most elmondtam, akkor sikeres és jó támadók lesznek, viszont azt ne felejtsétek el, hogy a gyakorlás az mindig fontos és számít. Elsőre nem biztos, hogy sikerül, szóval másikra, harmadikra újra próbáljátok, gyakoroltok, és egyre jobbak lesztek, és azt hiszitek észre a végén, hogy mindig sikerülni fog. Én viszont köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, én ennyi lettem volna erre a videóra, remélem, hogy tudtam segíteni, sziasztok!